Ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Mára is hoztam egy napi gondolatot, Szókratésztól származik. A becsületes élet legbiztosabb útja az, hogy azok legyünk, aminek látszunk. Milyen igaz, ugye? Természetesen ma is lesz beszélgetés. Az eredeti tervek szerint ide vártam a stúdióba Szlezák Erika aranykoszorús nótaénekest a Felvidékről, de az ismert határzár miatt ezt most telefonon tesszük majd meg. Érdemes lesz minket választani. És természetesen mára is hoztam egy üzenetet, hiszen az önök kérései kapják a főszerepet, és a későbbiekben még sok-sok üzenet is van. Természetesen Óvári Sándorné hűséges nézőnk, a Daloló háziorvos egyik dalával szeretné szebbé tenni otthon töltött mindennapjait, a választás lehetőségét viszont ránk bízta. Arra gondoltunk, most következzen egy olyan felvétel, amit itt a kívánságszolgálat adásaiban eddig még nem láthattak. Dr. Fehér Eszter énekel a következő percekben, Ne engedd el a két kezem a dal címe. Amíg a csend vigyáz rám, mesélj nekem. A múltról egy árva szót se szólj, rozsdás időt, ha hátölesz csak egy a fű, jelen s jövő, lej szeres, csodát ígér a pillanat, őrizze csókod ízét. S mint eddig senki más, maradj velem. Sokáig éltem árván egyedül, viharban, szélben, mint ördög szekér. Vártam, hogy egyszer majd földet érek, s könyörgő szavam két kezem, maradj velem. Amíg a csend vigyáz rám, mesélj nekem. A múltról egy árva szót se szólj, rozsdás idő, ha hátölesz csak egy a fő, jelen s jövő, lej szeres, csodád ígér a pillanat. Őrizze csókod ízét, a virradot. A perc varázsa legyen végtelen, szeress, mint eddig senki más, maradj velem. Hiszem az álmok valóra váltak, rozzant hajóm, talán most révbe hírt, szerelmes csókod, érzem én a számon, és ezt nem adnám, nem semmiért. Ne engedd el a két kezem, maradj velem, amíg a csend vigyáz rám, mesélj nekem. Múltról egy árva szót se szólj, rozsdás idő, ha hátölesz csak egy a fő, jelen s jövő, lej szeres, csodát ígér a pillanat, őrizze csókod ízét, a virradot, a perc varázsa legyen és mint eddig senki más, maradj velem. A perc varázsa legyen végtelen, szeress, mint eddig senki más.
Szlezák Erika aranykoszorús nótaénekes pedig telefonon keresztül van itt velünk a Felvidékről, akivel eredendően úgy terveztük, hogy itt beszélgetünk a stúdióban, mint említettem a műsor elején, de sajnos ez a koronavírus korlátozás most keresztül húzta, de természetesen attól mi még ugyanúgy tudunk beszélgetni. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt az adásban, örülök, hogy itt vagy velünk. Adódik a kérdés ugye az elején, de részben már választ is kaptunk erre, hogy a koronavírus mennyire borította fel a mindennapjaidat. Azért egy énekesnek így színpadról színpadra járás után némileg otthon maradni, és mondjuk karanténban végezhető munkát tenni a hétköznapokban, lássuk majd a videoklippeket, de erről majd később beszéltünk. Szóval mindez mennyire borította fel a mindennapokat? Hát leginkább azzal, hogy bezárták az iskolákat is egyúttal, és a fiammal nem tudtam többé járni iskolába, és teljesen otthon maradtunk. A kicsi fiam, mivel autista, így is sokat vagyok otthon, és ő is sokat van otthon, de az iskola segített abban, hogy kibozduljunk otthonról, ezek a szereplések voltak azok, amik feltöltöttek, hogy kibírjam azt a sok gondot, ami egy autista gyermek nevelésénél van, és ezért duplán kaptuk a rosszat szerintem ilyen családok, ahol ilyen van, mert teljesen négy fal közül zárva kerültünk. Reméljük azért majd minden idővel rendeződik. Arról egy picit még beszéljünk, hogy a pályafutásodat megismerhessük, hogy a kezdetek hova nyúlnak vissza, és ha jól tudom, mint oly sok embernél, oly sok énekesnél, a kórustagságot kellene talán elsőként kiemelni. Mikor kezdtél el énekelni? Igen, alapiskolában talán másodikos kortól lehetett bejelentkezni a alapiskola a kórusába, és ott egy alt minőséggel, alt hanggal... Igen. Vezettek engem, hogy én mély hangú vagyok, és akkor ehhez tartottam magam, és ott tanultam meg néhány népdalt, a Kék ne felejts nótát, az volt a kedvencem azóta is, és a kórusból alapiskolát végezve még zeneiskolába jártam, zongoraórákra, és ott a kottát is elsajátítottam így, sőt annyira megtetett, hogy szerettem volna tanítani, és akkor az utolsó években a utolsó tanárom, aki volt középiskola időszakban, megtanított, hogy hogyan kell tanítani, mert annak idején nem kellett, hogy olyan fajta végzettséget taníthassunk, csak ilyen zenetikusok voltak, vagy ilyesmi, és én zenekurzusként vezethettem a zongoraórákat. Nézőink pedig itt, hűséges nézőink nagyon jól ismerhetik, Szeredi Krisztinát is, ő is volt már részese műsorunknak, ő éppen akkor videóhívás segítségével. Vele hogyan találkoztál, milyen közös munkáról mesélhetünk? Hát azzal, hogy énekelgettem, aztán kátorkodtam is, akkor a hangom megnyílt, és Szotránnál változott. Az igen, az igen. És mivel 2015-től egy éneklőcsoportot vezettem, majd 2016-tól egy triót, a trióval már operetteket énekelgettünk, műzikereket, örökzölt slágereket, és egyszer elmentünk megnézni a közeli faluba egy nótaestet, ahol Szeredi Krisztina volt a sztárvendég, és azt hallgattam, hogy hisz ezeket a nótákat én is el tudom énekelni, azon járt az eszem, hogyan lehet fölkerülni oda a színpadra ilyen nótaesten belül, mert én a trióval ilyen egyórás műsorokat, meg félórás műsorokat közösen adtunk le a zene alapokra, ilyen élő zenére, és amikor a Hajmási Pétert is énekelt a Szeredi Krisztina, amit mi is szoktunk alapra, akkor azt mondom, hát itt valamit kellene csinálni, hogy mink is ezt tudjuk csinálni, és aznak több olyan fellépő volt, aki Szeredi Krisztina a tanítványa volt, és egyiknek a testvére mellettem ült, és azt mondta, hogy maga tud énekelni, nem akar Krisztinához járni? Mondom, hogy? Hát ugye én testvérem is hozzájár. És akkor bemutattak a szünetbe Krisztinát, és kérem szépen, ez vasárnap este volt, hétfőn délután kettőkor már Krisztinánál voltam. Az igen. Énekórán, és azóta november közepén óta. Járok hozzá. Annyi mindenről beszélgettünk, egy picit most nézzük meg az egyik klippedet. A Szegedi Csikós következik, Szlezák Erika énekel. A Szegedi Csikós lenni tatat tisztán, 13 csengő.
cseng a csikanya nyakán. Bobája a katél, lángrokik a tanyán, 13 fodros szoknya ring a derekán. 13 fodros szoknya kerek akár akátozta, a szegedi csikós lenni tata tiszán, 13 csengő cseng a csikanya nyakán. 13 fodros szoknya kerek akár akátozta, a szegedi csikós. Csikós, igen nyak a legény, megtízik a csárdás, jár a csárda közepén. A szegedi csikós, kavalér is nagyon, a Katinak rojtos kendőt vesz a piacon. Rojtos kendő nagyon drága, mert csapban a csikó ára. A szegedi csikós, igen nyak a legény, megtízik a csárdás, jár a csárda közepén. Rojtos kendő nagyon drága, mert csapban a csikó. Már is beszélgetünk tovább, és ugye a kántori hivatást egy szóval említettük már, de egy picit jobban fejtsük ezt ki, hogy hogyan jött mindez az életedbe, hiszen ha onnan közelítjük meg, ez egy rendkívüli műfai sokszínűségről tesz tanúságot, hiszen a nóták, operettek világa mellett még kántorként is működni, szóval egy picit ezt tegyük rendbe, hogy van mindez. Az úgy volt, hogy 2008-ban lett volna a felépésem, ahol a lányom ott szeretett volna lenni, mivel bírmálkozásra készült, a nagyjónásra is el akart jutni, ez délután volt, és utána volt a szertmise, de viszont délelőtt a Szomszéd faluban abszolválni akarta a szertmisét, és vele mentem, bocsánat, én is akkor megyek ő vele oda, igen. És délután nyugodtan mehetünk bírmálkozás után fölépni, és oda mentünk, és nem volt ott zene. És akkor hogy lehet olyan mise, hogy minden vasárnap, és már egy-két hónapja nem volt kántorjuk, és akkor kezembe adták a Szent Vagy Uram kottákot, meg amit ilyenkor kell, és azt mondták, hogy tessék, karácsonyra megtanulhatom, ez volt december közepén, advent időszakban, és akkor karácsonykor elkezdtem 2008-ban kántorkodni, majd 2010-től már temetni is, mert igen, azért az egy másik kicsit erősebb dolog. Úgyhogy a temetéseket is csináltam, meg lakzik esküvőkön, a nászindulom, meg ilyesmit adtam. És ugye a sok-sok munkádat nem szeretnék a szabadon vágni, de a sok-sok munka mellett ott van még a Magnólia éneklő csoport vezetése is. Tehát így időben azért te nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztál egyszerre. Igen, pontosan János Háza volt ez a templom is, és János Háza volt ez a énekkar is, mert ott igen, kerestek igen. Egy karmestert, egy nyugdíjas klubban, hogy nem tudnék valakit, én kerestem valakit, aki nem akarna énekelni, mert 2010-től jártam szerdehelyre fiammal, speciális iskolában volt, mivel messze van tőlünk, akkor nyugdíjas otthonban dolgoztam önkéntesként, és ott a egyéb kreativitásom, ami nem nagy, valamit a technikától kezdve ilyen mandala festésekig jutottam csak el, elkezdtünk énekelni a nénikkel, bácsikkal, és olyan ügyesek voltak azok a nagyon idős nyugdíjas otthonban lévő lakók, hogy arra gondoltam, hogy lehetne akkor fiatalabbakkal is. Azok a fiatalabbak lettek a nyugdíjas klubosok. Igen, igen. Kicsit fiatalabbak és egészségesebbek. És akkor 2011-től 17-ig valahogy úgy vezettem őket, a Szomszéd faluból, de jártak oda kétfélénesi nyugdíjas klubos. Erika, nem szeretnék a szabadba vágni. Annyi lenne csak a kérésem, hogy folytassuk ezt egy következő alkalommal. Most az időnk maximálisan lejár. Nagyon-nagyon sok mindenről nem beszélgettünk még, és javaslom, hogyha majd elmúlik a koronavírus helyzet, akkor innen a stúdióból beszélgessünk újra, és szeretettel látlak a Felvidékről. És van még egy felvételünk, ugye, több karantén videód is megtalálható a legnagyobb videó megosztó portálon, ezek közül megnézzük az Én jó apámnál című dalt. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szlezák Erika aranykoszorús nóta énekessel beszélgettem a Felvidékről, most nézzük meg a mai naphoz köthető évfordulókat. 174 éve fedezték fel a Neptunusz bolygót, 148 éve látott napvilágot Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész, és 55 éve az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. Álljon itt egy újabb üzenet. Magdolna volt barátjának Robertnek küldi a következő dalt 39. születésnapja alkalmából, így a távolból is sok boldogságot kíván az ünnepeltnek. Engem nem lehet elfelejteni, énekel Berentei Péter. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de ha nincs is közös út, ábrányaimban ott leszek ugyanúgy. Gyűrött nappalok, hosszú éjszakák, régi csókízék őrzi még a szár. Lehet így, lehet úgy, derű napfény kacagás, nem pótol engem soha más. Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezején találkozunk majd zenegén. Az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezején találkozunk még te meg én. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat YouTube csatornánkon. A YouTube keresőjébe írják be a műsor címét Kívánságszolgálat Dr. Klement Zoltánnal, sőt iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Nézzük az újabb üzenetet. Szilasi Mária a következő felvétellel szeretné szebbé tenni otthon töltött mindennapjait. Egyúttal szeretettel küldi a dalt minden ismerősének. Közreműködik Tardai Zoltáni zenekara, énekel Balázs Anikó. A dal címe Hallod-e nótás füttyös szép madár? Hallod-e nótás füttyös szép madár? Thank you.
Balázs Anikó aranykoszorús nótaénekes is nem olyan régen volt vendégem itt a stúdióban. Nézzünk egy újabb üzenetet. Ferenci Gáborné kedvenc előadójától szeretné meghallgatni a következő dalt, és szeretettel küldi barátnőinek is, Kapás Orsolyának, Endrei Idának és Hosszú Rebekának. Félig sem szerelem, énekel Tabáni István. Amit játszottál te velem, de ha elhittem, akkor elhittem, mire jó, ha szégyellem. Nem volt nagy szerepem, de hogy volt, azt nem feledem, mert a boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Öljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Szerepem, de hogy volt, azt nem feledem, mert a boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Ez a félig sem szerelem. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel a mai adásra. Adrián Szegeden klubtársainak küldi a következő dalt, és üzeni már nagyon várja, hogy a jövő héten újra találkozhassanak. Azért vannak a jó barátok, énekel Magyar Rózsa. Az esőt felszárítani sem tudod, a szelet megfordítani úgy sem tudod. Ujjait közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el
azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudok. Az érzést elhallgattatni úgy sem tudok. Már elérkeztünk műsorunk végéhez, szeretettel várom Önöket legközelebb is. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!